Önfelett jókedv jellemzi a Bátor Tábor családi napját. Idén is több százan érkeztek a táborba, hogy vidám programokon vegyenek részt. A gyerekek és szüleik többek között kipróbálhatták a lovaglást, az íjászkodást, a kézműveskedést, de lehetőségük nyílt bátorkodni is a magasban. A Bátor Tábor már több mint 15 éve szervez programokat a súlyos, daganatos és krónikus betegségekkel élő gyermekeknek és családjaiknak. Jelen pillanatban egyébként 60 kórházból és kezelőközpontból fogadunk táborozókat, ebből 45 magyarországi kezelőközpont, és zömmel diabéteses, illetve onkológiai betegséggel élő gyerekeket táboroztatunk, de érkeznek hozzánk ezen kívül krónikus bélgyulladással, hemofiliával vagy krónikus ízületi gyulladással élő gyerekek is. Az éves nyílt napon pedig lehetőség nyílik arra, hogy az eddigi összes táborozót meghívják és újra találkozhassanak egymással. Vidél András elmondta, ezeken a rendezvényeken végre minden család önfeledten szórakozhat, hiszen az önkéntesek mellett egy szakembergárda is jelen van az eseményen. Bűdi Zoltán és családja tavaly talált rá a táborra, és nagyon élvezték a programokat. Így nem volt kérdés, hogy idén is ellátogatnak 60-ba. Nagyon jó érezzük magunkat, kellemes, jó hangulat, örülünk, hogy itt lehetünk. Igazából egy felhőtlen nap, tényleg arra, hogy kikapcsoljon az egész család. Együtt vagyunk, csönd, nyugalom. Távol mindenkitől, olyan emberekkel, akik tényleg barátoknak nevezhetünk bátran, bármikor. Steyer Rolandnak kellemes emlékei vannak a táborokról, ezért szívesen tér vissza a létesítménybe. Azért járok vissza, mivel tavaly is már barátainkkal megbeszéltük, hogy találkozunk itt, és ezek olyan jók, hogy föleveleníted az élményeket, meg ilyenek. Vince Vanda még csak 7 éves, de már is szívébe zárta a Bátor Tábort. Most szüleivel érkezett, és szinte az összes játékot kipróbálta. Nekem a lovaglásod nagyon tetszett, és hát most meg a ijeszkodni fogunk menni, és hát nagyon szeretném, ha még mindenhez még jutna még program. A Bátor Tábor élményterápiájának hatását a szülők és gyermekek visszajelzésein túl a szakemberek is igazolják. Az egyhetes tábor ideje alatt a táborozók megtanulnak mosolyogni, kommunikálni egymással és legyőzni a félelmeiket.